Üdvözlök ismételten mindenkit a mai Speedrow nevezetű játékban, ahol rajzolni fogunk megadott időkereten belül, ami nem más, mint az 5 perc. De mielőtt belevágnánk a játékba, szeretnék nektek a mai enevás ajánlatokról is beszélni egy kicsit, szóval hallgassátok meg, Léci, és a linkjeim elérhetőek ennek a videónak a leírásában, illetve ha nem felejtem el, rögzített kommentben is. Köszi szépen! Sziasztok! Szeretnék egy kicsit nektek beszélni az Enebáról, akik a csatornám legújabb szponzorai közé tartoznak, ezen a weboldalon keresztül olcsó játékokat tudtok beszerezni. Természetesen az olcsó játékokon felül különféle ajándékkártyákat, illetve játékon belüli fizető eszközöket is találtok, például, hogyha a Robloxban Robuxot szeretnétek venni, az itt is elérhető, érdemes végignézni a lehetőségeket. Például, hogyha szeretnétek a Speedrow-ban, vagy akár a Dress to Impress-ben VIP tagságot venni, ahhoz is Robuxra van szükségetek, szóval tényleg érdemes végignézni, hogy milyen kínálat van itt fent. Hogyha bármi probléma felmerülne, akkor pedig eléritek az Enebának az élő csetjét, ahol gyors segítséget fogtok tudni kapni. Ezen felül pedig elérhetőek a linkeim ennek a videónak a leírásában, amit nagyon szépen köszönök, hogyha használtok és erre kattintotok rá, és úgy mentek tovább az oldalra, mert ezzel tudjátok a csatornám működését is támogatni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, most pedig térjünk vissza a videóhoz. Most pedig térjünk vissza a játékhoz, ahol az első témánk az, hát nem a hörcsög lesz, mert arról lemaradtunk, hanem majd egy másik téma, ami nem sokára kiderül. Viszont ez az unikornis téma. Na, ki is derült? Oké. Ugye én mindig úgy szoktam rajzolni, hogy valamilyen kihívással fűszerezem meg, és hát itt érdekes, szerintem legyen az a kihívás, hogy egy színt használtok csak, viszont ez a szín lehet árnyalat. Tehát én azt mondom, hogy akkor ez legyen most lila árnyalatú, és a lila szín. Jó, mit szóltok hozzá? Lila színt fogok használni végig ebben a körben. Az unikornisnak legyen egy ilyen erőteljes feje. Tessék. Azt is írtátok, hogy használjak vonalas rajzokat, mert azt nagyon szeretik. Na most ez jó ötlet meg minden, csak hát az a baj, hogy én nekem az nagyon nehezen megy, főleg, hogyha még kihívás is van. Ez már egy dinoszaurusz, ez a saurusz, ez nem is rossz egyébként. Azt mondja, hogy ilyen hátat rajzolunk neki. Jósan beszínezem. Oké, be is színeztem, és akkor természetesen a fülét ezt elfelejtettem megrajzolni, szóval gyorsan rajzolunk neki fülecskét. Hú, hát ez hova rajzolja most? Ide rám. És akkor így lesz unikornis. Több színű unikornis lesz, mármint hogy több árnyalatú, szóval igen, ez érdekes lesz. És hát, ha ez tetszik a közönségnek. Aha, na, ez nem is rossz, és akkor jöhetnek a szemei, és akkor egy ilyen kisebb sötét pupillát rajzolunk. És egy ilyen világos, tudjátok azt a fényezést bele. Oha, valami ilyesmi kell, váljátok. Nem jó, innen így. Így. Nagyszerű, és akkor jöhet a kontúr. Na hát ez érdekes lesz, körbe kontúrozom gyorsan. Oké, megvan a kontúr, és akkor a fülét egy kicsit szintén részletezzem, mindegy, egy ilyen szárnyat, így. Oké, és akkor ezt meg így beszínezem. És hát nem tudom, hogy tollazatot rajzoljak-e bele, de megpróbálom ezt is színezni, ahogy a szarvacskáját csináltam. Ez itt tök jó lett szerintem. Itt van egy kis problematika, de amúgy én azt mondom, elfogadható. Oké, az első az én unikornisom. Hát itt látszik, hogy itt nem tudtam rajzolni rendesen, mert ugye ott nem láttam a téma miatt a képernyőt, vagy talán valami visszaszámláló miatt, de annyira nem lett vészes. Ez tök jó. Ne felejtsük el, hogy én kihívást készítek, és eléggé nehezebb. Én erre egyébként szavaznék egy 1-essel. És nem azért, mert amúgy én egy 4-essel szavaznék, de most valakinek elolvastam a kommentjét, hogyha nem szavazok egyáltalán, akkor az olyan, mintha 5 csillagot adnék. Szóval én mindegyikre 1 csillagot fogok adni. Adnék egy 4-et hivatalosan, hát nem hivatalosan, meg ugye 1-et adok. Azt a mindenit, ez is tök jó lett. Én erre adnék egy 5-öt, de természetesen nem fogok, mert itt soha nem leszek első. Ez is kell próbálni, erre amúgy is egyet adnék. Szóval mindenképpen kell szavazni, hogy ne legyen az, hogy ugye ötnek érzékelje a játék. Amúgy ez aztán animés stílus,
Erre adnék egy 4-eset, szívem szerint. Nagyon ügyesen nyomják a többiek, hozzáteném. Nagyon ügyesen. Na nézzük, ki lett a győztes. Hát még így is egyértelműen ezek a vonalas rajzok nyertek. Megpróbálok akkor, amúgy 5-5-5-5, miért én vagyok az utolsó? Simán lehettem volna harmadik is, negyedik is, ötödik is. Na jó, akkor amúgy megint elérhető a VIP-m. Akkor szerintem múltkor valami probléma lehetett a játékban, hogy nem volt színes a nevem. A következő téma nem más, mint az önportré. Rendítsek, akkor én a feketét választom, és hát azért a feketének szerencsére van mindenféle árnyalata. Csak nem akarok egy egyszínű hátteret, jó? Ezt a színt választom, és akkor ebből szépen vonalrajzot fogok készíteni, és megcsinálom a portrémat. Oké, itt van az elválasztásom. Most amúgy, amit látok a facecamba, azt fogom itt megcsinálni. És akkor, na, hát pont ma fontam be a hajamat. Valami ilyesmi a fonás. Igen, így, így. És akkor itt van egy ilyen erőteljes hajgumi benne a hajamba. Oké. Valami ilyesmi, igen. És akkor itt pedig így jön a hajam. Ez nem jó. Abszolút nem így jön, hanem egy kicsit így, ez a... aha, na ez jön így. Mi ez? Fejhallgató. Igen, és akkor itt jön így a hajam. Hogy jön a hajam már? Hát a felelje meg. Így van lent, így kell nézni a hajamat. Akkor itt egy ilyen. Jó. Oké, itt a hajamban azért rajzolok pár dolgot bele. Ilyen kis csíkokat, és akkor itt is. Oké. Na valami ilyesmi, jó? Oké. Ez így megvan, és akkor szemöldök, hát ez nagyon jó lesz. Szemet nem tudok rajzolni. Valami ilyesmi a szem, nagyon rossz vagyok a szembe, jó, ezt nézzétek el, nekem amúgy se vagyok egy nagy művész, csak szeretek rajzolgatni. Nagyon jó, és akkor van egy orrom nekem, így jön el. Igen, valami ilyesmi az orrom. Itt még van egy ilyen. Ráncocskám, töltött száj, nem, amúgy nem töltött. Igen. Igen, itt jó. Na hát a nyakat azt marhára nem tudom rajzolni. Hát itt ugye felsőm van. Mindegy, jó lesz most, ilyen lesz. Ilyen kis pufis. Oké. Okay. Kulcscsont. Vá, de részletes, jó. És akkor itt is van egy ilyen fonás, amit elfelejtettem. Hajgumi, és benne a hajam. Ami most egy kicsit rövidebb lett, de mindegy. És akkor itt hátul van egy szék. Abba a székbe ülök én most. Igazából ennyit tudok így lerajzolni, ezt így beszínezem, hogy akkor legyen ez itt fekete, és akkor egy ilyet ide rakunk. Tessék! Wow! Hát ez amúgy nem is lett annyira vészes, olyan izomnyakam van, hogy csak na! Azt az eget! Hát én erre nem tudnám azt mondani, hogy erre nem adok 5 csillagot. Gyerekek, ez marha jó lett. Nem tudom, hogy oda mi van írva. Kuki! Bejelentjük! Úristen, ez az ön arckép. Hűha, hát ez mi ez? Hell, ez a pokol akar lenni? Mi van amúgy az emberekkel? Minden rendben van veletek ott arrafele? Micsoda, 6,5 years old. 6,5 éves? Sajnálom, de egy csillagot kell adnom. Amúgy meg adnék neki 3-at, de tudjátok. Erre muszáj volt 5-öt adnom. Jaj, nem már, ő lett a harmadik, és amúgy én nem lettem utolsó, negyedik lettem. De akkor is, azért ez durva, ezt se értem, hogy ez most micsoda. A következő téma nem más, mint a boldogság. Oké, na, akkor szerintem én most használnám a sárgát talán. Nézzük meg a sárgát, oké, de várjátok, akkor így. És akkor visszamegyünk erre a színre, kicsit erőteljesebben. És tudjátok mit? Van egy ötletem, én egy emótot fogok rajzolni, de akkor legyen az, hogy úgy rajzolom az emótot, így. Még vékonyabbra, mert ez kicsit fura lesz, de mindegy. Egy hatalmas nagy mosolyt rajzolunk. Paszt az eget. Oké. Így, jó erőteljes vonalak lesznek. Kicsit ott beleolvadt az aljába, de mindegy. Ez nem jó tett. Ez annyira nem, ez nem tetszett. És akkor jöhetnek a fogak. Na, megrajzoltam a fogait. Én lehet, hogy amondó vagyok, hogy ezt én nem felezném el, de nézzük meg. Nem, ez nem kell felesbe. Ez így jó, ahogy van. Ezt egy kicsit így megerősítjük, mit szóltok hozzá.
Oké, okay, és akkor jöhet a szeme. Én szerintem ilyen, ilyen hosszított szemet fogok rajzolni, mint a rajzfilmekben. Én ettől amúgy így megijednék most. Egy kicsit azt érzem, hogy ez azért kicsit para. És valami ilyesmi szokott lenni, hogy így van. De akkor várjátok, akkor ezt inkább egy vonallal fogom meghúzni. Na én arra gondoltam, hogy szerintem ezt haló, így veszem fel. Így, nagyon jó. És akkor, na most jön ez az érdekes dolog, hogy na várjátok, így meghúzzuk ezt a pupillát. Ó, azt az eget, de menő. Csak ezt nem sárgával kellett volna, de mindegy. Jó, visszajövök erre azért a kicsire. Így. Ja. Wow! Nem is rossz egyébként, nem is rossz. Így király. Így nagyon király. Jól van. És akkor igazából még egy orrot rajzolunk neki. Oké, és akkor ide egy orlukat. Jó kis orlukat. Húha, hát szerintem életem egyik legrondább rajzát láthatjátok. Úristen. Inkább legközelebb valami erőteljesebb szint választok. Én lehet, hogy ahogy ettől így megijednék, hogyha szembenéznem velem egy horrorfilmbe. Jaj, ez nagyon aranyos. Én erre adnék amúgy egy ötöt, de gyorsan egy egyeset adok. De tudjátok, hogy szavazok rendesen. Kapja meg az ötöt. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Jó, de happy. Öt csillag, ez amúgy milyen jó lett. Végül is ő is boldog, szóval egy hármas csillagot megérdemel. Ilyen kevesen vagyunk? Hát miért vagyunk ilyen kevesen? És természetesen nem lettem, gondolom utolsó vagyok. Azért ezen nem lepődöm meg. De láthatátok... És nem! 9 ponttal negyedik lettem! Mi van? Hát gyerekek! Wow! Nem is annyira vészes. Na, megyek még egy utolsót. Oké, szóval... scary. Én szerintem a sikolymaszkot fogom. Igen, ez a sikoly, ez jó lesz. Sikoly. Nehéz ez az egy szín kihívás, mert én inkább ilyen... Hát igen, egy szín az adott árnyalaton belül. Szóval... Legyen akkor az, hogy fehér lesz teljesen a háttér. Először szerintem megrajzolom a fekete részét a maszknak. Az köbben itt ér véget. Jó. Gyorsan beszínezem az egészet. Oké, és akkor erre jön rá ez a fehér rész, ami a koponya. Várjátok, ez nehéz lesz! Amúgy ez nem is lett annyira visszes, ez jó. Valami ilyesmi. Jó, és akkor most jön a fekete vissza. De ezt egy kicsit lejjebb veszem. Ó. Nem jó. Idáig van. Ne menj el. Valami ilyesmit ordít, így. Igen. Ó, egy kicsit kerekebb. Jó. És ilyen kétségbe esett feje van. Ez. Úristen, ez szerintem tök jó lesz. Aha. Igen, és kettő orluka, ami ilyen. Igen, nagyon jó. És itt pedig ilyen szürkésebb. Aha. Hát gyerekek, ez amúgy marha jó. Valamilyen kontúrozós van, de lehet, hogy így fogom csinálni inkább. Itt így bejön. Igen, és itt jön a szája mentén. Csak ezt valahogy így. Ja! Amúgy ez a maszk az alapom, és akkor amúgy szerintem ez valaha jó lett, jó ég. Én amúgy ezt tényleg ijesztőnek találom. Szerintem ez tök para, ahogy kinéz. Jó lesz. Nem akartam itt nagyon belerajzolni, csak a személyén az a törés. Szerintem ez marha jó lett. Hát most mondjátok meg, hogy ez nem jó. Úristen, ez nekem nagyon tetszik. Amúgy ez is jó, ez valamilyen... Nem is tudom, nekem ez tetszik. És ez a véres kard is ott van, ugye ez is ilyen sikolyos. Tök jó. Harmadik lettem! Miért? Nem már. Szerintem amúgy marha jó lett az enyém. 10 ponttal. 10, 12, 14. Na jól van, srácok. Köszönöm szépen a figyelmet. Én ezzel a rajzzal el is búcsúznék tőletek.
Hogyha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, hogy még nem iratkoztatok volna fel, én ide bejövök a rajzomhoz, és elérhető a csatornatagság funkció is, ezen kívül pedig mindenképpen kapcsoljátok be az értesítést is, hogy le ne maradjatok a következő tartalmakról, amik itt megjelennek a csatornámon. Én pedig köszönöm a figyelmet, ne felejtsétek el megnézni az Enebás linkeket a videónak a leírásában, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!